Szerbusztok gyerekek, Pomichal Krisztián vagyok, biológus, és a Green Kukkónia kezdeményezés keretén belül most egy ismeretterjesztő előadást fogtok hallani, és készítünk egy sorozatot a környezet és természetvédelem legfontosabb aktuális kérdéseiről, problémáiról, és fogunk beszélgetni a megoldásokról is, azokról a megoldásokról, amiket ti magatok is alkalmazhattok majd a saját környezeteken belül, és egy kicsit talán ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy a bolygót egy jobb és élhetőbb helyé tegyük. Lényeg az, hogy mindenki a saját területén, a saját kis közösségével tegyen valamit a környezetért, és akkor ezt mindenki megteszi, akkor a 100 év múlva egy szebb bolygón fogunk élni. Kezdjük is akkor az első előadást. Az első előadásunk címe, hogy miért beteg a bolygó és hogyan gyógyíthatnánk meg. Na, akkor nézzük először a legnagyobb globális problémákat. A klímaváltozásról már bizonyára hallottatok. Ezzel foglalkozni is kell, és fogunk is, majd beszélünk róla. Akkor a környezetszennyezés, itt van a túlzott iparosítás, ami azt jelenti, hogy hát ahogy egyre többen vagyunk a bolygón, ugye egyre több energiára, egyre több erőforrásra, egyre több termelésre van szükség, hát ennek a környezet is a kárát látja. Akkor a pusztuló sokféleség probléma, ezt ennyi, először egy kicsit bonyolultan hangzik ez a kifejezés, tulajdonképpen annyit tesz, hogy kipusztulnak körülöttünk az állatok, vagy ha nem is pusztulnak ki, de mondjuk egyre kevesebb van belőlük, ezt saját magatok is tapasztalhatjátok. Ez a fajoknak, a fajtáknak a kipusztulását vagy eltűnését jelenti. És hát akkor ott van még az inkább egy ilyen lokális probléma, és lehet a rengeteg szemét. Sétáltok az utcán, eldobott cigarettacsikkek, rágógumis papírok, műanyagpalackok, ezek mind-mind óriási problémát jelentenek. Annak ellenére is, hogy ez csak egy darab szemét, de ha ezt a darabot felszorozzuk, akkor azért látszik, hogy ez milyen jelentős probléma lehet. Nézzük először a klímaváltozás kérdését. Most talán hallottátok ti is a hírekben, ugye sokszor fölmerül, hogy létezik-e egyáltalán klímaváltozás vagy sem, melegszik-e a bolygó vagy sem. Hát most már a tudományos megegyezés az, hogy mindenképp van klímaváltozás, tehát ne higgyetek azoknak, akik azt mondják, hogy nincsen. Egy kérdésen vitatkoznak még, hogy az ember mennyiben járul hozzá ehhez a klímaváltozáshoz, tehát az emberi tevékenység, amit itt az előbb felsoroltam, hogy iparosítás, szemetelés, tucatnyi hasonló, mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy a bolygónak változik a hőmérséklete, a klímája, változik az időjárás. Hát maradjunk annyira, hogy nagyon hozzájárul az ember, és akkor ha ezt szem előtt tartjuk, akkor kicsit átgondolva, hogy mi hogy viselkedünk meg a hétköznapokban, hogyan kezeljük a természetvédelmet, akkor láthatjátok, hogy ez egy milyen fontos kérdés. Korábban is voltak fölmelegedések, voltak olyanok, amikor lehűlések voltak. Volt, hogy itt a csalló közben is jégsapka borította évmilliókkal ezelőtt a Földet. Tehát a Földnek a klíma, ez igaz, hogy állandóan változik, azonban mostanra, a 21. századra az emberiségnek a tevékenysége folytán ez felgyorsult, és sokkal erősebb lett ez a klímaváltozás. Néhány alapvető dolog. Könnyű mérni, hogy a Föld átlag hőmérséklete már melegszik. Akkor a sarki jégsapkák visszahúzódása, ez szintén mérhető, műhold felvételeken látszik, hogy egyre kisebb ez a sarki jégsapka. Aztán észrevehettétek ti is, hogy a hóhatár visszahúzódik a hegyekbe. 10 évvel ezelőtt sokkal hosszabb volt a síszezon, ma már vannak olyan évek, hogy mondjuk december végétől február közepéig talán lehet síelni a magasabban fekvő helyeken, de mondjuk az Alacsony-Tátra egyes részein lehet, hogy már 2 éve se tudtak kinyitni, 2-3 éve kinyitni a sípályák, mert egyszerűen nincs hozzá elég hó, a hóágyúzáshoz meg nincs elég hideg. Ezek mind ilyen kézzelfogható bizonyítékai annak, hogy igenis változik a klíma. A tengerszint emelkedése, ugye erről is sokat beszélnek, hogy a meleg miatt, ahogy olvad a sarki jég, egyre ma beleolvad a tengerbe és magasabb lesz a szintjük. 95 óta eltelt 25 év, mint jócskán majdnem a négyszeresére emelkedett a tengerszint átlagos emelkedése, tehát ez milliméterben látszódik. Akkor itt van még egy érdekes dolog, az üvegházhatás. Ezt is nagyon sokat emlegetik. Egyre kevesebb helyen, de ha van még a nagymama kertjében fóliasátor, akkor tapasztalhatjátok, hogyha bementek, vagy üvegház, bementek egy ilyen üvegházba, ott sokkal melegebb van. Na hát nagyban ezt modellezi a mi bolygónk is, ugyanis üvegházhatás nélkül nem is lenne élet itt a bolygón, vagy ha lenne is, nem olyan, mint a miénk itt most. Jócskán hozzájárul, majdnem 30 fokkal megemeli az átlagos hőmérsékletet a bolygón ez az üvegházhatás, tehát ez egy szükséges dolog. Ugyanakkor a túlzott üvegházhatás az már probléma. Ez egy elég fontos környezetvédelmi kérdés, úgyhogy erről nagyon röviden szólnék néhány szót. Itt az ábrán is láthatjátok, ezek a hullámos sárga vonalak, ezek jelentik a napsugarait. Ezeknek egy része, hogy beérkezik, elnyelődik a levegőben, a légkörben. Egy részük ugyanakkor eljut a Földre, fölmelegíti a Földet, nyáron napozunk. Ezeknek a sugaraknak egy része aztán visszaverődik, elindul kifelé a Földről a világűrbe. Ugyanakkor a levegő ezeket a sugarakat újra, a légkör újra elnyeli és visszaverődnek. Na, ez lenne az üvegházhatás, tehát hogy a Földről egyszer már távozó energia az visszaverődik a levegő részecskéitől. Most mivel egyre több olyan részecske van a levegőnkben, mondjuk a széndioxid az autók kipufogójából többek között, vagy a metán, ami a
teheneknek a pukijaiból kerül a levegőbe, és ez egy érdekes dolog, de a marha tenyésztés, a tehenek azok komoly környezetvédelmi kockázatot jelentenek, amiatt, hogy sokat pukiznak, és metán kerül, úgynevezett CH4 nevezetű molekulai kerül a levegőbe, ez is egy ilyen üvegházhatású gáz, tehát a földről távozó hőt ezt újra visszaverik a földre, és emiatt melegszik a bolygó átlaghőmérséklete. Itt egy érdekes videó, csak nagyon röviden mutatnám. Azt mutatja, hogy az utóbbi 100 évben hány hőhullám érte el a bolygót, és olyan területeken jelentek meg hőhullámok, ahol mondjuk 100 évvel ezelőtt nem volt, itt Közép-Európában például, ahol mi élünk, mondjuk az utóbbi 30-40 évben voltak ilyen hőhullámok, nyilván azelőtt is voltak évek, mikor nagyon meleg volt, de jellemzően az utóbbi 20-30 évben lettek ilyen meleg nyaraink. Érdekes, hogy az előbb emlegetett üvegházhatású gázok azok honnan érkeznek. Tehát a nagyipari termelésből, az energiaszektorból, hogy áramunk legyen, gázunk legyen, vezetékes vízünk legyen. Eznek mind megvan az a hátránya, hogy a környezetünket ezek szennyezik. Ugyanakkor ez egy fontos dolog, hogy nyilván enélkül meg nem lehet aztán élni. Tehát ahogy itt már említettem, a környezetszennyezés itt lehet globális, ami az egész földre kiterjedő nagyipari szennyezés. Lehet lokális, helyi, amit mi követünk el. Lényeg ezeknek a dolognak, hogy a kéményfüsttől, a nagyipari termeléstől, az eldobott sörös dobozik minden szennyezi a környezetet. Nyilván a nagyipari termeléssel mi hétköznapi emberek nehezen tudunk mit kezdeni, legfeljebb úgy, hogyha majd 18 életeket betöltitek, és akkor szavaztok a választásokon olyan pártra, aki ezt kezelni akarja, de mondjuk az eldobott sörös doboz, vagy kólás üveg, vagy csoki papír, az mind-mind olyan dolog, amivel mi is tudunk kezdeni valamit. A nagyipari környezetszennyezésről és a mezőgazdasági környezetszennyezésről még néhány szót. Tehát mi a baj a nagyiparral? Ahogy már említettem, ennek az üvegházhatású gáznak, a széndioxidnak az egyik fő kibocsátója. Itt sok olyan kérdés fölmerül, ez egy érdekes téma egyébként, az elektromos autók kapcsolatban, vagy a zöld energiával, ami ilyen megújuló energiát jelent, tehát mondjuk a szél által keltett energia, szél energiát jelenti, tehát annak hasznosítása, tehát minden ilyen energia formának megvan a maga hátulütője, vannak, amik kevésbé szennyezőek, vannak, amik sokkal szennyezőbbek, de mindegyiknek megvan a maga hátulütője, és valamilyen szinten mindegyik szennyezi a környezetet. Itt az a kérdés, hogy megtaláljuk azokat az energiaforrásokat, amik a legkevésbé szennyezik a környezetet. És akkor még itt van a mezőgazdasági környezetszennyezés, ez nagyon egyszerű, itt a permetekre kell gondolni, a rovarirtókra kell gondolni, bizonyára olvastatok vagy hallottatok már, hogy milyen kevés a méh, méhtenyésztőknek milyen nehéz a dolguk, nehezen tudnak mézet előállítani, gyakran előfordul, hogy véletlenül lepermet eznek ilyen még családokat, amik elpusztulnak ettől. Tehát a mezőgazdaság is sok szempontból szennyezi a környezetet, ugyanakkor az nagyon fontos dolog, és ezt nem árt szem előtt tartani, erről gyakran elfeledkeznek, hogy most már olyan sokan vagyunk a bolygón, hogy a nagyipari mezőgazdaság nélkül nem nagyon lehet eltartani. Tehát ez nem egy olyan dolog, amit most akkor el kell vetnünk, és akkor mindenkinek a saját kiskertjébe kell megtermelni a gabonáját, búzáját, krumpliát, meg paradicsomát. Nyugodtan megteheti mindenki, tényleg hasznos dolog, de ez nem működik nagy skálán. Na hát ennyi lett volna az első előadás. Fölvázoltam egy csomó problémát, de a következő előadásokon ezekről fogunk egy kicsit részletesebben beszélni. Köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velünk a legközelebb is, sziasztok!